Sziasztok! Már nagyon régen találkoztunk már a videóban, itt a YouTube-on. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam felvenni nektek videókat, mert elmeséljem nektek, hogy mi történt velem a két hétben, itt velem, meg a csatornával is egybe. Ez érdekel titeket ez a videó, akkor tartsatok velem, nézzek is meg itt a videómat, itt az Evelyn csatornámon, és sokkal beszélgessünk az elmúlt két hétről. Először is el szeretném mondani, hogy milyen voltak videóim 2020. július 19-től augusztus 2-ig, akkor nem videóztam nektek a csatornára. Történt kis balesetem, a fém tárca megcsapta a lábamat, és bevérzett, és belepett a lábam, bevérzett egy kicsit, és akkor belepett, és nagyon fájt. Fagyistálat vettem ki a konyhaszekrényből, és pont a fénytárca ott volt a szekrény tetején, és megcsapta egyből lábamat. Akkor voltam beteg, akkor fájt a torkom, megfáztam, köhögtem. A vlogomat ismeritek, Evelyn csatorna.com vlogsportcom néven megtalálhatok. Ide kiírom nektek a vlogomat, ahol meg tudtok keresni. Itt van a tejám, ez a Pitvic, csirkebogyó, hibiszkusz és eper teja. Ez nagyon piros színű. YouTube-on veszek most már videóit a csatornáról most már. Ez a héten ilyen 4 videó, vagy 5 videó, még nem tudom. Majd amikor feltöltök, akkor lesz egy új videóim is a csatornámon. Köszönöm szépen, hogy velem tartottad. Akkor várjunk a videó végén. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha esetleg tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok ezt a videót. Feliratkozás a csatornára, ha újak vagytok. Nyomjátok a csengőt, hogy kapjatok minden értesítéseket az újabb videókról. Akkor találkozunk majd a következő videóban az Evelyn csatornámon. Akkor most már lesznek videóim. Sziasztok!